Sziasztok! Kriptomanus vagyok, és ebben a hónapban elindult a SandMoney SDBN 1-es tokenének a havi kifizetése. A videóban elmondom, nekem mi a véleményem az első kifizetésről, és hogy ez mit jelent az SDBN 2 várható hozamát tekintve. A SandMoney 2 év után leállította az SDBN 1-es tokenek mögött lévő napelemek után járó összegek teljes visszaforgatását. És ettől a hónaptól kezdve elkezdi a termelés 60%-át havonta kifizetni. Ez az SDBN 1-es tokenre elköltött összeg 2,16%-át jelentette ebbe a hónapban. Hát ez a százalék, valljuk be, messze elmarad attól a potenciáltól, amit a cég prediktált. Hiszen a cég azt mondta, hogy akár 100 és 1000 százalék közötti hozam is elérhető az SDBN 1 havi kifizetésekor. Ha olyan ütemben halad a digitális csomagok eladása, ahogy az elején indult. Persze a kijelentés pillanatában még nem volt orosz-ukrán konfliktus sem. Sokan ezzel a számokkal számoltak, és azoknak a 2,16%-os havi kifizetés óriási csalódás. Én nem rendelkezem SDBN 1-es tokennel, de az igazat megvalva, elsőre nekem is csalódást keltett volna ez a százalék. De ne feledjük, ez a százalék még növekedni fog, hiszen a tokenek és a digitális csomagok folyamatosan kerülnek továbbra is a rendszerbe, ami segíti azt, hogy ez a százalék jobb legyen. Persze ennek a gyorsaságát és mértékét ez a havi hozam nem segíti elő. Ne feledjük, hogy a napsütéses órák száma is befolyásolja ezeket a százalékokat. Tehát megeshet, hogy télen ez kevesebb lesz, ha a digitális csomagok eladása nem tudja kompenzálni ezeket az órákat. De akkor mi várható a jövőben? Mert bár ez a havi körülbelül 2% is éves 24%-ot jelent, ami egy átlag befektetéshez képest nem rossz teljesítmény. De valljuk be, nem ezért vagyunk itt a kriptovilágban, hogy csak ennyit profitáljunk belőle. Így akár 4 évbe is telhet, mire a tőkénknél lehetünk. Nem igazán ezek a megtérülések azok, ami miatt belevágtak az emberek. Sokan csalódottak szerintem emiatt. Mennyi a maximum, amire képes lehet az SDBN 1-es token? A kifizetett havi százalék tisztán jelzi számomra, hogy nem sikerült a digitális csomagnak a feljebb váltás. Tehát a kezdőcsomagban zárták le őket. A kezdőcsomag maximális kifizetése 100%, amikor kimaxolja magát. 20% költségekre vonódik le, és 20% visszaforgatódik újabb wattok vásárlására. Tehát a tulajdonos 60%-ot kaphat meg ebből. Vagyis, bár most soványnak tűnik a 2,16%, de idővel 60%-ra is emelkedhet. Hogy mikor? Azt nem lehet tudni. Ha ilyen siralmasan folytatódik a token eladása, akkor akár 8-10 év is lehet. De minden fejlesztés abban az irányban mutat, hogy ehhez nem kell ennyi idő. Majd meglátjuk. A kérdés az, amikor a befektetett tőke 60%-át fogja fizetni havonta, akkor is úgy fogjuk gondolni, hogy rossz befektetést tettünk? Nem hiszem. Akkor, bár az ígért 1-től 10x sehol nem lesz, de a folyamatos 60% sem lesz egy rossz fizetés. Szóval, ha így nézzük, akkor hosszú távon nincs okunk a panaszra. Igen, sajnos aki gyorsan szeretett volna meggazdagodni, annak ez nem jött össze. De nem ez az első olyan dolog a világban, ami nem úgy történik, mint ahogy az ember elképzeli. Mi a helyzet az SDBN 2-vel, ami decembertől kezd el kifizetni, mire lehet ott számítani? Hát ez alapján, a kifizetés alapján joggal feltételezem, hogy az SDBN 2-es se fog tudni szintet lépni ez alatt a pár hónap alatt. Vagyis a maximális kifizetés ott is 60% lesz valamikor a távoli jövőben. És mivel az SDBN 3-as tokenek eladása nem olyan ütemben történik, ahogy az ideális lenne, és valószínűleg ez decemberig se nagyon fog változni, így szerényebb százalékokkal számolok az első kifizetéskor az SDBN 2-nél, mint itt. Tehát, aki birtokol ilyen tokent, az ezzel számoljon. Persze nagyon sok változós a történet, és fél év alatt sok minden változhat. De ez a jelenlegi tudott információk alapján meghozott következtetésem. Nem megyek jövőre nyugdíjba az SDBN 2-es tokenek kifizetéséből, azt már előre látom.
Nem szomorkodom miatta, mert tudom, hogy a projekt valós és előbb-utóbb akkora havi kifizetéseket fog produkálni, ami bár nem egyezik meg azzal, amit a white paperben lehetett olvasni, de nem mondható rossznak se. Ráadásul úgy látom, a gumifeldolgozó konténerek után sokkal nagyobb az érdeklődés, mint a napelemek iránt. És mivel nem lehet hozzájutni a plusz tokenekhez magában, így a konténerek sikere magával hozhatja a napelemek utáni keresletet is. A kérdés az, hogy ez mikor fog megtörténni. Remélem minél hamarabb. Amennyiben hasznosnak találtátok ezt a videót, és minden felmerülő kérdésetekre megkaptátok a választ, akkor kérlek ezt egy lájkkal és egy hozzászólással jelezzétek felém. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!